Krisztusom, megint hívtam egymásra. Hát akkor hozd ki ezeket, kislányom, a konyhába. Nem fog ártani egy kis mozgás. A televízió bemutatja a Stupidi Filmstupido, helyesbitek Filmstúdió, Üveges tyúkszemek című bűnügyi filmjét. Első folytatás. Főszerepben Tony McDouglas, hulla van bőven. Képzelem, hogy fog nekünk örülni? Hallgass, jön! Ki az ördög jöhet ilyenkor? Nem tudtam, hogy maguk azok. Bocsánat a zavarásért, Máris szomszéd. Pedig én már kifogtam egy 10 kilós harcsát szalmakalappal. Igazán? Hogyan? Horogra tűzte? Fenét! A fejemen volt! Istenem, mekkora harcs! Roston süti vagy? Vagy kirántja? Előbb mindig kirántom, aztán visszadobom. Megűrült! Ferdinánd! Regina, kérem, azonnal hagyja abba. De Regina... Azt hiszi, mert eljöttem magába sétálni, ezzel mindennel feljogosítja. No, de... Hát sokáig azt hittem, maga más, mint a többiek. Kérem... Ne alakoskodjék! Maga hitvány, fráter! Egy, kettő... Na de akkor kirángatja a szoknyámat. Szentég. Kislányom, édes kislányom, neked ugye van még spórolt pénzed? A papa már mind elpunyiszta. Mire? Horgász engedélyre. Jó befektetés volt, mi? Talán az aladárnak van. A fiadnak? Abból ugyan egy garas sem tudsz kihúzni, míg az egész család itt fetrengen előtted, éjségtől, akkor sem. Különben is már próbáltam kérni. És? Azt mondja, hogy még 300%-os kamatra sem ad. Azt mondja, hogy keserű tapasztalatai vannak. Tessék! Ennyi, igazán nem kellett volna. Most már mindegy. Virág helyett díszes palack, kecskemély tipütykös barack. Egy költő veszett el benne. Szerintem inkább egy rablógyilkos. Mi történt veled? Dagadok. Fejlődött ez a gyerek, mióta nem láttam. Paula, nincs mese. Le kell dolgozni a felesleget. Fussunk! Krisztina! Így akarsz esküvőre jönni? Mint egy marhapásztorlány? Miért? Te mondtad, hogy a mennyasszony egy tehén? Na, ne szellemeskedj! Üdegháza! Szavamra mondom, üdegháza! De te se vagy ápoló benne! Remélem, elindul. Este nagyon köhögött. Hideg volt. Gondolod, hogy felfázott? Sose lesz már nyugalom ebben az átkozott házban! Ja, maga az. Tessék. Kedves Máris szomszéd, visszakaphatnám pár percre a kutyámat. Ja, szívesen, akassza le. Géza, mennyivel lehet lakott területen menni? Nem írthatom ki a kedvedét a város, drágám. A lakott terület. Paula, légy erős, ég a fék. Szentegek! Most mit csináljunk? Gondoljátok végig az életeteket. Papa, én már kész vagyok. Azt hiszem, most mindnyájan. Hát, úgy látszik, a pesti retyer útja nem jön. De jobb is lenne. Dirigál nekik a szegény vidéki rokon! Mondtam, hogy ne is hívjuk őket! Hát, nem így jó! Hívtuk őket! Nincs sértődés. Nem ette le őket a fene. Nincs bosszúság. Hát, ez igaz. No, akkor legyünk vígan.